A Petőfi Sándor Tagintézményben 14 tanulónak nem csak a tanév zárult le, hanem általános iskolai tanulmányaikat is befejezték. A több mint egy évszázados múltra visszatekintő oktatási intézmény számára különleges volt ez az év. A jól megszokott falak után szeptember 1-től új helyen a Kazinczy Ferenc általános iskola épületében folytatta tovább működését. A most 8-os tanulók már ebből az épületből ballagtak el. A következő tanévben a Petőfi továbbra is önálló intézményként fogja folytatni működését, és 15 gyerekkel indít első osztályt. A hosszú nyári szünet előtt a Deák-úti általános iskolában is elbúcsúztatták a végzős diákokat. A sajátos nevelési igényű gyerekek közül 8 gyerek távozik végleg az intézményből. Helyükre 4 új elsőst irattak már be. A következő tanévben a speciális szakiskolai oktatásban pedig 10 tanulót vettek fel. Az iskola ballagása egyben évzáró ünnepség is volt. A rendezvényen Palic István igazgató értékelte a tanévet és kiemelte, bár évközben fenntartó váltás is történt az intézményben, a munkán és az eredményeken ez nem látszott. Büszkék arra, hogy idén a Városi Pedagógus Napon az iskola gyerekei szerepeltek nagy sikerrel. Az Árpádházi Szent Margit általános iskolában is évzáróval egybekötött ballagási ünnepséget szerveztek. Idén 27 gyereknek szólt utoljára a csengő az iskolában. A ballagó 8-osokat Bodnár Miklós osztályfőnök és Sebes Péter igazgató kísérte végig az intézményen. A végzős diákok helyére 30 új gyereket vettek már föl a következő tanévre. Az iskolai ünnepség a katolikus nagy templomban folytatódott, ahol az ünnepi szentmisét követően búcsúztatták el a 8-osokat és zárták be a tanévet. A Kazinczy Ferenc általános iskolában egy osztályból 28 diák ballagott el. Az iskolai ünnepségen a végzős diákok ünnepi műsorát tekinthették meg a szülők. Az intézményben ez az osztály az utolsó, akik még nem a két tannyelvű programban tanulhattak. Az emelt angolos osztály helyére 28 elsőst vett fel az intézmény. A most végzős 8-osok még egyszer biztosan találkoznak, jövő héten az iskola tanévzáróján, ahol már bizonyítványaikat is átvehetik.